Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az MD-mod hangosításáról lesz szó, és igazándiból részletes ilyen hangbemutatót nem szeretnék most csinálni, hiszen a Digitools készített egy nagyon jó videót, amiben bemutatják a kis motorkocsinak a hanganyagát minden részlettel, úgyhogy aki szeretné, annak ezt tudom ajánlani. Én inkább most arra leszek kíváncsi, hogy mekkora különbség van a között, hogy egy ilyen kis sima kocka hangszórót rakunk a motorkocsiba, és a között, hogy például a Limit modellnek a hangvödrei kerülnek bele. Úgyhogy itt van a saját járművem, ebbe egy sima, normál kis kocka hangszóró és a hozzátartozó hangvödör került, és elkértem egy másik motorkocsit, amibe pedig a Limit bános hangvödör és dupla hangszóró került, úgyhogy ezeket fogom most összehasonlítani. Itt elsősorban most arra vagyok kíváncsi, hogy mekkora hangzásbeli különbség van a két megoldás között, mennyivel lesz teltebb, mélyebb, jobb a hangja attól a motorkocsinak, hogyha egy másfajta hangvödröt és hangszórókat használunk benne. Nézzük is meg most. Annyit csináltam, hogy a mikrofon hangerejét azt fixre vettem, tehát amit hallani fogtok, az a tényleges hangerőbeli és a hangszínbeli különbség, illetve ahogy a korábbi videónál is bekapcsoltam a kis spektrométert, a hangspektrométert, és így látni fogjuk azt, hogy tényleg frekvencia eloszlásban milyen különbségek lesznek, mennyivel több mély, közép és magas hang van az egyes megoldásokban. Úgyhogy kapcsoljuk is be a kis motorkocsinkat, és nézzük is meg ezt a dolgot. Ami itt számomra kiderült ebből az összehasonlításból, hogy alapjában véve ugye ugyanazzal a hanganyaggal szerelt járműnél is jelentős különbség lehet a között, hogy milyen hangvödröt használunk, és ugye, hogy egy vagy két hangszóró van benne, és nem csak abban, hogy mennyivel hangosabb maga a hanganyag, hanem abban is, hogy milyen eloszlású, ugye mennyi közép, mennyi mély hangot tartalmaz. Csodákat nem kell várni, szóval nagyjából ilyen 500 Hz alatt nem fog túl sok minden érkezni, akkor se, hogyha dupla hangszóró és extra hangvödör van benne, de hallhatóan egy teltebb, egy sokkal mélyebb, karakteresebb hang jön ki a kis motorkocsimból, akkor, hogyha azt a limites hangvödröt tesszük bele. Nekem egyébként az a meglátásom, hogy amennyiben két hangszórót teszünk bele, amennyiben ugye ilyen plusz hangvödröt használunk,
akkor is célszerű egyébként például már levenni a hangerőt, mert nagyon hangos lesz maga a mozdony. Meg fognak maradni a mélyek, ugye a kialakításnak köszönhetően, de nem kell annyira csúszra járatni. Egy kiállításon viszont például egy nagyobb térben látványosabban hangosabb, nagyobb hangerőt kapunk attól a megoldástól, mint egy gyári, szimpla, sima hangszórós kiviteltől. Érdemes egyébként ezekkel foglalkozni, mert nekem az a tapasztalatom például más mozdonyoknál is, akár az NMI és a Pico Nohab összevetését, ha nézzük, az NMI-ben nagyobb hangvödör sokkal jobb hangzást tud produkálni, mint mondjuk a Pico-ban, ahol ugye az a kis kocka hangszóró csak úgy bele van rakva egy ilyen kis picike hangvödörbe. A Pico mozdonynak a hangereje és az egész hangszíne még úgy is, hogy ugyanaz a hanganyag, ugyanaz a digitus hanganyag van rajta, sokkal gyengébb, mint mondjuk egy NMI mozdonyba, ahol esetleg akár dupla hangszórót is tehetünk bele, akár pedig ugye egy jobb minőségű hangvödröt. Ugye volt nálam a NMI alapú limites Nohab, na hát abban is két hangszóró volt, és ugye ott is egy limitáltal készített hangvödör, sokkal jobban szólt, érezhetően sokkal jobban szólt, mint a 008-as Pico Nohabom, a kis gyári pici hangvödrével és hangszórójával. Úgyhogy érdemes ilyenekbe kísérletezgetni. Nyilván ez mindenkinél egyéni ízlés, hogy mennyire szeretjük a hangos mozdonyaikat hangosan. Nagyobb terepasztalnál egyébként sokkal látványosabb különbségek vannak, kisebb asztalnál itt nálam is például annyira a hangerőben nem jön elő a különbség, inkább maga a hang minőség, illetve a hangnak a teltsége lesz az, ami érezhetően jobb tud lenni. Egy ilyen dupla hangszórós és a Limit modellnek a hangvödreire szerelt verziónál. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!